A nyári szünet és a szabadságolások miatt kissé foghíjasan, de így is kiváló hangulatban folytatták az edzéseket a Dunaújvárosi Box Egyesület kötelékében sportoló boxolók. Az egykori Bánki iskolában kialakított edzőterem hétről hétre egyre több érdeklődő számára biztosít mozgási lehetőséget. Dobos György vezetőedzővel beszélgettünk a megalakulás óta eltelt egy év tapasztalatairól. Azt mondta, a megnövekedett létszám miatt úgy döntött, hogy ismét teljesen az alapoktól kezdve folytatódik az oktatás. Most, ha jött a nyár, és egy kicsit elkezdek lazítani, és akkor gondoltam egyet, és akkor kitaláltam, összeírtam a csapatot, megmondtam nekik a teljes fejlődés szempontjából mindenki jobban jár, ha nekiállunk az alapoktól, elkezdjük a technikai oldalát, főleg nagyon fontos technikai alapállás, a kéztartás, a védekezés, teljesen vissza fog menni az alapokig, amíg nem fog menni a többi dolog, addig nem megyünk tovább, akár hónapokig, gyakoroljuk. Addig nem engedem őket szorítóval, nem engedem őket kesztyűzni, amíg nincsenek meg az alapok. A vezetőedző büszke arra, hogy egyre többen választják ezt a sportágat. Céljaikkal kapcsolatban azt mondta, az edzések és az oktatás mellett versenyzési lehetőséget is tud biztosítani azoknak a boxolóknak, akik tényleg elhivatottak és készen állnak az ilyesfajta megmérettetésekre. Közelebb téve inkább az, hogy megtanulják az ökölgás alapjait, teljesen, hogy hosszú távon tudjanak fejlődni. Hát a hosszú távú célok inkább az, hogy vannak kapcsolataim, hogy elmegyünk sparingolni, kesztyűzni, akkor úgy érzek, hogy fejlődés szempontjából szorítóba tudom állítani, megállja a helyét, nem fél, nincsen félelemérzete. Fájdalom kicsit erős, szóval lehet azt látni, már a szeméből lehet látni egy akármelyik növendéknek, hogy két edzés után, hogy fél vagy nem fél, megbeszélem a szülőkkel, napi kapcsolatban vagyok, úgyhogy megbeszélünk mindent. Az egyesület kötelékében nagyobb arányban vannak a női versenyzők. Nagy Zsófia egyike azoknak a lányoknak, akik a küzdősport mellett tették le a voksukat. Azt mondta, számára leginkább az önvédelem és a stresszlevezetés jelentette a fő motivációt, hogy belevágjon az edzésekbe. Mindig is szerettem volna valamit sportolni, és több sportot is kipróbáltam. Aztán megláttunk egy hirdetést az interneten, és gondoltam, hogy kipróbálom, és ez maradt, ez tetszett meg. A sportolók életkorát tekintve is színes a felhozatal. Molnár Péter felesége javaslatára tette félre a kifogások sorát, és mint azt elmondta, rendkívül jó döntés volt elkezdeni ezeket az edzéseket. Nagyon szerettem mindig is a küzdősportokat, viszont egy idő után feladtam ezeket. Nyilván az embernek van az életében fontossági sorrend, munka, család, stb. És igazság szerint nem én találtam a boxot, hanem a feleségem szólt, hogy látta a Facebookon a Gyuribának a hirdetését, itt lakunk nem messze, miért nem megyek le. És jött először az a, hát, hogy későn érek haza, meg fáradt vagyok, és a feleségem mondta, hogy na jó, elég a kifogásból, menjél, légy szíves és csináld. Nálam így indult ez a történet. A Dunaújvárosi Box Egyesület folyamatosan várja a leendő boxolók jelentkezését. Dobos György ennek apropóján azt mondta, ezek az edzések kortól és nemtől függetlenül minden mozgásszerető számára hasznosak lehetnek.